Igyekeztem egy picikét kertész szemmel végigjárni a Városligetet, és végig gondolni azt, hogy mit jelenthetne ennek a partnak Budapest egyik legnagyobb és legszebb, meg legfontosabb, leginkább a szívünkhöz közel álló parkjának a beépítése. Én azt gondolom, hogy kertészként egyetlen dolgot lehet arra mondani, hogy beépítenék a Városligetet, hogy ez egész egyszerűen vállalhatatlan és nem szabad. Nyüzsgő 1,5-2 milliós fővárosnak ez tulajdonképpen a tüdeje, egy olyan zöld központja, ahova a környékbeliek, ide zuglóiak és a 6.-7. kerületek is ki tudnak jönni. Joggal, okkal feltételezhetjük azt, hogyha ma Magyarországon fákat telepítünk, és itt most ugye arra szeretnék utalni, hogy adott esetben azt mondják, hogy majd a Városligetben is telepítenek fákat, rendben van, nézzük akkor meg az eddigi eredményeket, hogy ezek hogy sikerültek. Mindig is érdekelt, hogy hogyan nem tűnik fel soha senkinek az, hogy amiket fákat általában a bevásárló központok parkolójába elültetnek, átveszik az építkezés, utána az elkészült építményt, utána senki nem foglalkozik azzal, hogy ezek a fák soha nem nőnek meg. És kérem szépen nézzék meg, hogy hogy néznek ki a fák. Félig, meddig így kiszáradva, elpusztulva, szinte semmit nem nőtt. Hát ennek nagyon egyszerű az oka, hogyha először is látjuk, hogy minden le van a világon betonozva, és ha megnézzük ezt a területet, akkor azt mondják, hogy esik az eső, rendben eshet az eső, de tulajdonképpen nem egészen 1 vagy 1,5 négyzetméteren amennyi víz ide esik, ennyivel tud gazdálkodni ez a fa, vagy pedig öntözni kéne. Kérem szépen ezeket a fákat, mint ahogy nagyon jellemző, nagyon sok parki, utcafronti, akár magánállami beruházásban eltelepítenek fákat, és utána lényegében az öntözésre már nem figyelnek oda. Nemrég átadott Kelet pályaudvarnak a parkolójában vagyunk, ahol egyébként fantasztikus minőségű fákat ültettek. És gyakorlatilag azt lehet látni, hogy még az öntözőrendszert sem spórolták meg, hiszen a cserjéknél csepegtett öntözőrendszer van, és itt ennek a kőrisnek megpróbáltam megnézni, hogy miért ilyen száraz a talaja, de azt lehet látni, hogy bizony itt felfedezhető 2 öntöző kiállás gyakorlatilag itt is, illetve itt a túloldalon is, hogy itt ezt megnézzük, akkor egészen biztosan, hogy ez működhet vagy működhetett, hiszen egy vízkimosás látszik. Tehát az egy dolog, hogy itt már azért tetten érhető az a fajta szakmaiság, hogy igen, az öntözőrendszerre, a fák öntözésére, továbbélésére is gondoltak, mégis azonban valami hiányzik a rendszerből, és ezt erre szeretnék rávilágítani, hogy Magyarországon sajnos ez a rendszerben van kódolva, hogy miután egy zöld terület fejlesztés elkészül, utána valahogy így a fenntartás az valahogy így szétcsúszik, kicsúszik a kezeink közül, és hát például nézzék meg, hogy milyen kár ezért a 3 nagyon szép bugás csörgőfáért, de itt egy pár másik elpusztult fát is látok, annak ellenére, hogy jó volt a fajtaválasztás, jó volt a fajválasztás, vagy jó volt a fajtaválasztás, és megépültek hozzá az öntöző rendszerek is. A Hungária körúton vagyunk, a Kőbányai út és a stadionok között. Itt az egyes villamos pályája megy középen, és most 2015 van, és biztos, hogy már bő 10 évvel ezelőtt ezt átadták és megépült, pontosan ezt sem tudom megmondani, de én emlékszem még 5-8 évvel korábban is, hogy mennyire jól néztek ki itt az akkor már több éves fák. Itt most van egy pár telepítés, új friss telepítés, de lehet látni, hogy mennyire hány fa van kiszáradva, sínlődnek, leromlott az állapotuk, és hát egyáltalán az a korábban nagyon szépen megtervezett és kivitelezett egyébként jó fajokat, jó fajtákat, tehát különböző juharlevelű platánokat terveztek ide, és nagyon jól nézett ki. És hát azt kell látni, hogy valamilyen nekünk itt Magyarországon nem működik az, hogyha egyszer egy fasort eltelepítünk, akkor utána azt képesek legyünk gondozni. Hogyha most ide is kinéznek, akkor itt a trolibusz garázsok után vagyunk egy kicsit, és hát látszik, hogy ezeknek a telepített fáknak már csak a helye van meg, a tuskója, egy-egy még éldegél, rengeteg a már kiszáradt, és hát gyakorlatilag amelyik él, az sem tölti be sem a díszítő funkcióját, sem az, hogy egy olyan zöld lomtömeget tudna itt képezni a forgalmas Hungária körút közepén, amire eredetileg tervezték. Valamiért a fenntartásnál egész egyszerűen Magyarországon kicsúszik a kezünk közül az irányítás, és lényegében ilyen félhalott vagy alig élő torzók maradnak csak a helyükön, mondjuk egy évtizeddel az átadás után. A legtöbb parki telepítésnél kétféle fatípus különböztethető meg ilyen kicsit nagyzolva. Az egyik, az itt a nagyon gyorsan és könnyen törő fákat lehet látni, a Populus simonicat, ezek kínai nyarak. A nyarakat, a nyírfákat, a fűzfákat, ezeket azért ültetik főleg standokra, meg ilyesmi helyekre, hogy nagyon gyorsan megnőjenek és árnyékot adjanak. De 25 év, tehát negyed évszázaddal később már lehet látni, hogy ezeket már vissza kellett vágni, hogy a kevésbé értékes, gyorsan növő fajok, amely gyakorlatilag egy fél vagy egy negyed emberölti alatt lényegében ki is pörögnek a rendszerből, és ehhez képest
az értékes fák, amiket ott látunk középen, ezeket a juharokat, ott távolabb kőriseket látunk, azok hát még közel sem érték el azokat a magasságokat, amiről beszélünk, hogy 10, meg 15, meg 20, meg 25 méterekre tudnak megnőni ezek a juharok, sehol sincsenek még a végleges magasságokhoz. Tehát könnyen belátható, hogy bizony a Városligetben azokat az értékes fákat, amelyeket kivágnának, adott esetben mennyit kellene ahhoz várni, hogy újra megfelelő méretű lomtömeget adjanak nekünk. A múltbeli tapasztalatunkat beletetjük a jövőbe, hogyha egyszer a Városligetbe is majd egy új építkezésnél fákat fognak ültetni, akkor majd pontosan látjuk, hogy hát mi Magyarországon mire vagyunk képesek akkor, amikor parkfenntartásról van szó. Kérem szépen, meg lehet nézni, hogy ezek a platánok, vadgesztenyéket, juharokat, köriseket látok, hát mekkorára nőttek. Hát a helyzet az, hogy nem túlságosan nagyra. Tehát én azt látom, itt van öntöző rendszer, de mégis azért azt kell mondani, hogy mindaz, amit fásításban itt elképzelhettek a környékén, azért az csak részlegesen valósult meg. Tehát ez egy dolog, hogy valamit nagyon jól megterveznek, mint az erre a Nemzeti Színház kertjére is példa, nagyon jól kiviteleznek, de utána, hogy a fenntartásban valami szétcsúszik, vagy elengedik valaminek a kezét, akkor kérem szépen azt lehet látni, hát közel sem hozza azt a látványt, amit adott esetben hozhatnának ezek az egyébként nagyon jól kiválasztott fafajok vagy fafajták. A tiszafa őshonos Magyarországon, és az alapfaj az gyakorlatilag lényegében tényleg bárhol megér, hogyha egy picikét a nagyon asszályos nyarakon, mondjuk ilyen telepített környezetben mondjuk egy kis öntözéssel, locsolással hozzásegítjük. Kiválóan alkalmas, akár is szabadon állóan, szojterként, akár pedig hát ahogy itt látjuk sövény kialakítására is. És hát kérem szépen, hogyha ide most bejövünk, akkor még azt is látjuk, hogy egykoron a tervezőnek még arra is volt gondja, nagyon helyesen, hogy ezt az egyébként sok mindent kibíró növényt azért, hogy egy nagyon jó haragos zöld színe legyen, mint ahol néhol még fel is fedezhető, egy csöpögtető rendszerrel öntözze át. Itt a csöpögtető rendszer az látjuk, hogy néhol túlságosan működik, néhol pedig egyáltalán nem működik, és hát itt jönnek a nagyon-nagyon csúnya részletek. Ha százalékba kéne kifejezni, akkor azt mondanám, hogy valahol ugye a 10-15%-a az ennek a gyönyörű sövénylabirintusnak az már gyakorlatilag tönkrement, és hát sikerült kiszállítani valamit, amit úgy egyébként eléggé nehéz kiszállítani. A díszítő értéküket már tulajdonképpen teljes mértékben elvesztették, túl az, hogy maga a labirintus sem működik már. Megint csak arra tudok visszautalni, hogy Magyarországon rendszer szinten bele van kódolva, pedig elvileg ez itt Magyarország, a magyar nemzetnek a színházának a kertjében járunk, és kérem szépen itt megengedjük ezeket az állapotokat. Igazán kíváncsiak vagyunk arra, hogy a mostani erdős, ligetes, ősfás, óriási fákkal tarkított Városligetnek a környéke hogy fog kinézni akkor, vagy azon építmények környéke hogy fog majd kinézni akkor, amikor majd befejezik az építkezés és mondjuk új fákat ültetnek, akkor kérem szépen vessék a szemünket a művészetek palotájára. Akkor azért azt lehet látni, hogy mégis az épület monumentalitásához képest, és ne felejtjük el, hogy most már 10 évvel vagyunk a valószínűsíthető telepítés után, hogy még mindig óriási az épületnek a túlhangsúlyozása gyakorlatilag a zöld növényzethez képest. Tehát itt lent kérem szépen 10 évvel ezelőtt telepített egyébként jófajta választású, viszonylag én azt gondolom, hogy szépen rendben tartott fákat, tehát ez itt egy pozitív példa, hogy nagyon szépen ápolják ezeket a fákat, tehát gyakorlatilag amennyit tudtak, annyit nőttek, de kérem szépen 10 évvel az átadás után is még csak ekkorák. Ha valaki látott egy nyugat-európai építkezést, meg látott Magyarországon, sokszor milyen kaotikus állapotok vannak, és hogy mennyire nem figyelnek oda a környezetre, akkor sajnos Magyarországon szintén joggal feltételezhetjük, hogy hát a környezetben lévő fák is, tehát az építkezés körül lévő fák is bizony meg fogják sínleni ezeket az építkezéseket. Maga a Városligetben, és hogyha megnézzük például az erről készült fakatasztát, akkor azért azt látjuk, hogy fölülről ez az óriási zöld tömeg, de ebben számtalan olyan fajta van, amit hát igazán Magyarországon sokszor azt mondjuk, hogy ezek irtandók. Tehát tudok itt most majd mutatni zöld juhart, átszernegundot, rengeteg bálványfát. A helyzet azonban az, hogy, és most már erre is fogok majd külön példákat mutatni, hogy a fakezeléseink azok, mivel hogy nincsen pénz új fák telepítésére, meg a régieknek a gondos fenntartására, ezért azt kell látni, hogy egy-egy fáért a Városligetben foggal körömmel kell ragaszkodnunk, még egy olyan fát is, tehát kérem szépen itt van ez a bálványfa. Ezt nyugodt szívvel ki lehetne innen vágni, ugyan senkinek nem ártok, mert senkit nem zavar, de igazából kertészeti, tájépítészeti szempontból, és hát egyáltalán mindenhol irtandó ez a fa, itt mégis itt van, él és zöld.
és hiába vannak mondjuk ott ácer pseudoplatánuszok, vagy ácer campestre, hogyha az sínlődik ezzel a területen, mert egész egyszerűen nem bírja ki ezeket az asszályos nyarakat, a szerencsétlen, meg írtandó bálványfa meg kibírja, akkor itt bizony át kell lépni azokat a szakmai határokat, hogy mi az, amit megtartunk, és mi az, amit nem tartunk meg. Robin, a pseudoakácia, egy fehér akácot láthatunk itt most mögöttem, és hát igazából jól látszik annak az abszurditás, amit ma Magyarországon fakezelésnek hívunk, és hát igazából a szakembereknek, például a Városligetet fenntartó szakembereknek, és az a kétségbe esett próbálkozás, hogy valamit a végsőkig, vagy a végsőkön túl is életben tartani. Hát azt gondolom, hogy nincs az a szívből élő, tulajdonképpen a falig elmenő szakember, aki azért erre már ne azt mondaná, kérem szépen, azt hiszem, hogy ennek a fehér akácnak itt most már ráadásul egy akácforról van szó, itt a vége, ki lehetne vágni. Jól mutatja azonban a példa az, hogy annyira nincs pénz az új fáknak az ültetésére, hogy gyakorlatilag addig, ameddig egy fán éppen hogy csak egy ilyen kis oldalsó ág van, és még valami kis zöld bokréta van rajta, addig kérem szépen a végsőkig ki kell tartanunk, és ameddig csak egy picike zöld is van egy-egy fán, addig életben kell tartanunk. Városligete egy nem öntözött közpark, bár sokszor látjuk itt a kertész kollégákat, hogy ezeket a nagy nehéz tömlőket húzogatják, és akkor ilyen különböző ilyen állványokról így öntöznek, de azért mégis, hogyha belenézünk így erre a területre, igaz, hogy ősz van, de azért egyértelműen lehet látni, hát fűnek, gyepnek semmiképpen nem nevezném, maradjunk abban, hogy nagyon szépen lenyírt egy gyomos vegetációt látunk itt, és igazából a fákat is, ha megnézzük, akkor tulajdonképpen azok a fák tudnak egyáltalán életben maradni, hogy az elmúlt éveknek a rendkívül asszályos időjárását, ha nézzük, amelyek gyakorlatilag igénytelenség okán olyannyira alkalmazkodtak ez a nagyon száraz környezethez, hogy képesek nőni, képesek fejlődni. Gyakorlatilag föl lehet sorolni, és egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy a Celtis occidentalisról, a nyugati ostorfáról van szó, sajnos a bálványfáról van szó, a fehér nyárról van szó, a fekete nyárról van szó. Gyakorlatilag pontosan azokról a növényekről, amelyeket úgy kevésbé szeretnénk, hogy elterjedjenek a városlétbe. Sajnos az értékesebb fajták, amiket adott esetben újonnan is telepítenek, nem mindig tudnak megkapaszkodni, és nem mindig tudnak szépen fejlődni. Most itt ezen a részén a Városligetnek alkalmunk nyílik egy picike összehasonlításra. A Városligeten belül helyezkedik el a Vakok kertje, amely hát egy kert a kerten belül, vagy egy kert a parkon belül, és ha csak azt a pillantást rávették az ottani gyepfelületre, meg a növényekre, akkor gyakorlatilag hozzáértés nélkül meg lehet állapítani, hogy sokkal szebbek a növények, mind az örökzöldek, mind a lombhullatófák, mind pedig a gyepfelület a Vakok kertjében. Ott még egy slaggot is észre lehet venni gyakorlatilag. Tehát itt sincs kiépített öntözőrendszer, amennyire én tudom, viszont valószínűleg lehet egy gondnok vagy egy kertész kollega, aki annak a slagnak a segítségével sokkal inkább öntöz, de gyakorlatilag a gyönyörű pompázó évelő ágyásokból is kikövetkeztethetjük, hogy a Vakok kertje, ami csak egy picikét kap több odafigyelést, mint mondjuk a parknak a többi része, sokkal intenzívebben és sokkal üdébben, kiegyensúlyozottabban fejlődik. Mindezeket a tapasztalatokat, ha látjuk, akkor én azt tudom állítani, hogyha a Városliget azokkal az épületekkel szegényedne, azokkal miatt, az épületek miatt kevesebb lenne egész egyszerűen, gondoljunk a braziliai esőerdős példára, hogy minél több autóút vágja keresztül, annál inkább sírul az ökoszisztéma. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ezek körül, az épületek körül hiába fejlesztenék a zöld területet vagy a zöld felületet, egészen biztosan kudarcra lennének ítélve, hiszen jelenleg Magyarország társadalmi és gazdasági struktúrájába rendszer szinten bele van kódolva az, mint a korábbi tapasztalatokat most láthattuk ezekből a kis bejátszásokból, hogy egész egyszerűen ezek a növények nem fognak megmaradni, nem lehet pótolni azokat a fákat, azokat a lombfelületeket, amelyeket az építkezés miatt közvetlenül vagy pedig közvetetten kiirtanának.